elismerést kapott nemrégen a Tolnai Nagycsaládosok vezetője, mint a Nagycsaládosok Országos Egyesülete által adományozott hűségdíjat. Fölmerült az Országos Egyesület vezetőségében, hogy vannak az országban olyanok, akik bizony már több évtizede is a családokért dolgoznak, és azt, ha jól tudom, 5 évvel ezelőtt megalapították az úgynevezett hűségdíjat, amit azoknak adományozzák, akik már több évtizede dolgoznak a gyerekekért, a családokért. És ezt az elismerést kaptam meg májusban Budapesten, a Szent Margit Gimnáziumban. Mi 97-ben alakultunk, tehát 22 évesek voltunk januárban. 2 évig titkárként dolgoztam az Egyesületnél a megalakulástól fogva, és 99-ben, tehát most már 20 éve elnökként vezetem a Nagycsaládos Egyesületet, tehát valóban már több mint 2 évtizede tevékenykedem. Úgy voltunk már, hogyha valamit már elkezdtünk közösen, akkor azt vigyük is tovább, és én azt hiszem azért ezt a kitűzött célunkat sikerült megvalósítani. És az az igazság, hogy ezért a, mondjam így, pozíciért senki nem lelkesedik. Ez nagyon sok munkával jár, nagyon sok lemondással, amit mondjuk kívülről nem nagyon látni, de mondjuk a családom azt tudja, hogy hányszor volt az, hogy menni kellett, hogy szervezni kellett, hogy egész délután telefonálni kellett. Tehát én azt veszem észre máshol is, tehát hogy addig jó, amíg van egy vezető és összetart egy csapatod, de amikor már utánpótlásról kellene gondoskodni, ez már egyre nehezebb. Tehát ezt nem csak én mondom, hanem a környezetemben lévők közül is, egyesületvezetők is, más egyesületnél is ezt mondják, hogy nagyon nehéz a fiatalokat most már bevonni. Hát mi igen, még fiatalon kezdtük, még a gyerekeink kicsik voltak, bölcsisek, óvodások, és most meg már egyetemisták, sőt dolgoznak is. Annak ellenére, hogy egyre nehezebb a fiatalokat egy-egy közösségbe bevonni, a Tolnai Nagycsaládosoknak bizony nincs okuk panaszra. 42, illetve most lépett be egy család 2 hete, tehát 43 családunk van most már. Igen, hála Isten vannak kisgyerekesek, sőt megint sikerült tehát pártoló tagokat is bevennünk, az azt jelenti, hogy nincs 3 gyermeke, de azt mondja, hogy szeretne egy közösséghez tartozni. Egyetért az elveinkkel, tetszik neki az, amit csinálunk, és sokan mondják azt, hogy tehát jó az egy közösséghez tartozni, tehát sokkal jobban lehet az érdekeinkért is úgymond harcolni, akkor, ha egy közösségben vagyunk, mint külön egy családban, és sok pártoló tagunk is van ezért. Tehát szeretik a programjainkat, gyerekek is együtt vannak, sokat utazunk, tehát programokat szervezünk, és teljes jogú tagok szinte, tehát a szavazást kivéve mindenből, az adományoktól kezdve, a programoktól kezdve, tehát mindenben részt vehetnek, ők is csak nem szavazhatnak a közgyűlésen. Mindig meg szoktuk kérdezni, hogy honnét hallott rólunk, és mondják, tehát ugye a médiában is látták meg. Azért a családoknak vannak ismerőseik, hova mentek, most milyen napra megyünk, oda megyünk, országos nagycsaládos találkozóra megyünk, és akkor amikor már a legkisebb gyermek is akkora, hogy úgymond közösségbe vihető, tehát programokra vihető, akkor lépnek be többen. Én nagyon tudok örülni annak, ha más örül, és pedagógusként dolgozom a civil életben, tehát tulajdonképpen itt is a gyerekekkel foglalkozunk, plusz mellette a szülőkkel is. Tehát az alapító tagok közül a mai napig is, tehát több mint 20 év elteltével is olyan nagyon szoros és jó kapcsolat alakult ki itt, gondolok a segítéstől kezdve az örömünk, bánatunk megosztására, hogy én azt úgy érzem, hogy ez egy egészséges dolog, tehát nagyon jó, már viccesen szoktuk mondani, hogy megalakítjuk a nyugdíjas nagycsaládost, mert nagyon sokan vagyunk azok közül, akikkel együtt kezdtünk, és tényleg, tehát nagyon jó összefogás van ezek között, a családok között, és ezt szeretnénk átültetni a fiatalokra is, hát ez többé-kevésbé sikerül, van, aki vevő rá, van, aki nem annyira.
A tolnai nagycsaládosok közösségének és az elnök munkáját nem először ismerte el az Országos Ernyő Szervezet. Hosszú éveken át a legrangosabb elismerés az úgynevezett Noe-díj volt, tehát azoknak adták, akik a családokért dolgoztak több éven át. Ezt a kitüntetést én 12 évvel ezelőtt megkaptam, amikor egyesületünk 10 éves volt. Kiderült, hogy a hátam mögött nagy szervezés volt, a férjemnek szóltak, hogy írd be a naptárba, és valóban odalapoztam, és grafittal halványan be volt írva, hogy május 18-án, tehát hogy nem szabad sehova menni, és szerveztem is valamit, de a férjem egyből leintett, hogy nem megyünk anya sehova, és vezetőségim volt, és akkor a vezető társaim mondták, hogy hát fölterjesztetek erre a díjra. Jól esett, és az, hogy tényleg, tehát ez egy erkölcsi elismerés, de az országban hárman kaptuk meg, egy posztumusz és két élő, tehát valahol azért más is látja, vagy észreveszi, mert ugye állandóan beszámolókat kell, tehát évente küldenünk, hogy mit csinálunk, és hogy azért valóban létezünk, dolgozunk. Én mondtam itt nagycsaládos összejövetelen is, hogy tulajdonképpen ez jó, nekem adták el, de ez az a közösség díja. Tehát se vezetők nélkül, vezetőtársak nélkül, se tagság nélkül ilyen díjat nem lehetne megkapni. Tehát ez mindannyiunk díja.